Szép napot! A nevem Török Ágoston. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy kiválasztottak a GAN 356 Air nevű kocka egyik tesztelőjének, így már a hivatalos megjelenése előtt egy héttel be tudom mutatni nektek ezt a kockát. Ezt a kockát a GAN 356 S nevű kockával fogom összehasonlítani, ami az Air előtt a 356-os széria utolsó fejlesztése volt 2015. októberében. Mindkét kocka ilyen különleges alakú dobozban érkezett, és látható, hogy mind a kettőhöz küldtek külön csavarokat is. Lássuk először a két kocka közötti hasonlóságokat. Külsőre majdnem pont ugyanúgy néznek ki. Mindkettőnek nagyon szép és élénk színei vannak, és ahogy ezt a Gans Puzzle termékeinél már megszokhattuk, a középmatricák teljesen kerekek. Emellett mindkét játék 56x56x56 mm-es, amit a 356 névből az 56 is jelez. És most vegyük sorra az eltéréseket. Az Airnek egy különlegessége, hogy amellett, hogy csúcsminőségű anyagokból készült, igyekeztek a kockát a lehető legkönnyebbre megtervezni. Ezért is kapta az Air, azaz magyarul a levegő nevet. A GAN weboldala szerint a 356S 85 g-ot nyom. Az én konyhai mérlegemen ehhez képest 88,5 grammos. Ezzel szemben az Airre csupán 70 grammot írnak. Az én mérlegem szerint 76 grammos, illetve 75,5. Az Air még csirkével együtt is könnyebb, mint az S. A belső felépítésben több apró változtatás is történt. A sarkok esetében látható, hogy eltűntek a Weilong GTS-re emlékeztető recék. Emellett az ír is eléggé átalakult, felkerült az Air tetejére merőlegesen egy torpedószerű elem. Most következik a számomra a legmegdöbbentőbb változtatás, az úgynevezett GES, azaz GAN Elasticity System. Na de mi is ez? A 356S-hez, ahogy a videó elején is mutattam, küldtek tartalékrugókat. Az Airhez azonban nem csak sima rugókat küldtek, hanem három különböző színű GES elemet. Mindegyik szín más rugalmasságú rugót jelöl, ezeket viszonylag könnyen ki is lehet cserélni, és így mindenki megtalálhatja a számára a legmegfelelőbb kocka beállítást. Alapból az átlátszó 5,4 Newton erősségű rugóval érkezett a kocka, és kaptam hozzá 4,7 newtonos sárga, 6,4 newtonos narancs, illetve 7,5 newtonos piros GES elemeket is. Ezek mellett egyébként még három gyengébb rugóerősségű GES létezik, a zöld, a kék és a lila. Szerintem ez nagyon professzionális megoldás, és döbbenetes, hogy már itt tart a versenykockagyártás. Mindkét kocka gond nélkül levágja a 45 fokot, az inner corner cut pedig 30 fok fölötti. A GAN 356S forgása nekem annyira nagyon nem tetszik. Persze ez is egy profi versenykocka, de engem egy kicsit az Aulong V2 forgására emlékeztet. Tehát napjainkban én azt mondom, hogy ennél azért vannak mindenképpen jobb kockák. Ezzel szemben a GAN 356 Air forgása nagyon-nagyon kellemes. Nagyon puha és lágy hangja is van a kockának, és érzése is ilyen nagyon-nagyon puhán forgatható. Egyébként az új rugó technika miatt ennek rugó hangja már egyáltalán soha nem is lehet, és a forgás is tényleg nagyon-nagyon kellemes, már dobozból kikerülve. Egyébként alapból volt benne némi kenőanyag, tehát lehet, hogy ez is javít rajta, de ezzel tényleg egy élmény játszani. És egyértelműen érzem azt is, hogy súlyra lényegesen könnyebb, mint azok a kockák, amikhez hozzá vagyok szokva. Egyébként nekem kétkezes kirakásra tetszik nagyon a forgása, egy kézre nem igazán jön be. Annyit biztosan kijelenthetek, hogy az Air az eddig legjobb Gans kocka, ami valaha a kezemben volt. Egyébként a világ legjobb kockázója Felix Zemdegs már föltette egy videót róla, amiben azt mondta, hogy ő innentől valószínűleg ezzel a kockával fog indulni hivatalos versenyeken. Tehát biztos, hogy napjaink egyik legjobb versenykockája lesz belőle. A Gans Puzzle-nek köszönöm szépen a lehetőséget, nektek köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Látogassatok el a GAN hivatalos honlapjára, és Facebookon is iratkozzatok fel rájuk,
Én Török Ágoston voltam, minden jót kívánok!